Május 1-én Kozár Mislenyben mindenki toldi akart lenni. Ifjabb Fekete László részvételével a Universe Strong szervezte meg a Nemzetközi Erős Emberek Utánpótlás versenyét, melyre Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból és Romániából is érkeztek versenyzők. Lengyelek, szlovákok, románok, illetve magyarok részvételével fog lezajlani a megszokott 5 gyakorlattal. Tehát itt kőgolyót fogunk emelni, traktorgumit fogunk forgatni. A nézőknek a legtöbbe már valószínűleg látta, hogy fém bőröndöket, fém koffereket fogunk vinni, tehát nagyjából tudják, hogy mik ezek a gyakorlatok. Én rengeteget voltam itt lent, tényleg nagyon nagy szeretettel fogadtak, nagyon jól érzem magam. De itt éjjel-nappal, tehát tegnap éjfélkorra mentünk haza, akkor ma reggel már 5 órától ugye kijöttem, akkor pakolni, kellékezni, matricákat rárakni, akkor mindenféle olyan utómunkálatok, amit ugye a televízió nem tud elképzelni. Például földöltek a kordonok megint, akkor megint mehetek fölállítani, hiába vannak kiékelve, eltelik fél óra megint. Tehát azért itt olyan munkálatok vannak előtte, közben, meg utána, hogy itt az ember nem igazán. Éppen ha vége ennek a rendezvénynek, mehetek a következőre, tehát majd megvan az a hely, ahol majd többet tudok pihenni, de remélem az majd egy 70 év múlva fog bekövetkezni. Általában ezek a cipelőszámok, mint itt van ez a kő, a kőgolyó az olyan lájtosabban megy, de az sem olyan rossz, csak hát 68 kiló azért. A legkisebb olyan 100 kilónál indul a cina. Célom, már a élsportot azt meg kell felejteni 30 éves korba, meg azért már van család. Amíg az ember nem sérül le, meg azért megtalálja benne az örömét, addig jó. De nem szabad mindenáron hajszolni, mert ezek irgalmatlan nagy súlyok. A legtöbb érdeklődőt a Legyél te Mislenny toldia elnevezésű program vonzotta a Majálison. Amikor legelőször voltam ilyen versenyen, akkor 2008-ban Pécsen a sportcsarnokban, és ott akkor tetszett meg igazán, az amerikaiak, a lengyel, a ausztrál is volt, tehát elég sok versenyző volt. És utána nagyon sokáig itt a Baranya, Tolna, Somogy megyében nem nagyon volt verseny. Esztergom mellett voltunk egy kis faluba, csak ott a nap végére értünk oda a versenyre, és akkor a Fekete Lacival, mikor fotót meg egy pár szót váltottunk, akkor ő mondta, hogy május 1-én Kozár Mislenyben lesz. Megpróbálom, azon gondolkoztam, hogy mondták a bemondók, hogy kipróbálni ki lehet. A viadal nagy harcot hozott, melyen végül a Kozár Mislenyi Janikovszki Éva általános iskola testnevelést és történelmet oktató pedagógusa Sólyom László diadalmaskodott. A győztes az értékes nyeremény mellett a már bajnok HR Rend Kozár Mislenny MTK Budapest 2 elleni mérkőzés kezdőrúgását is elvégezhette. Főnököm Varga Éva döntött el, hogy induljak rajta, úgyhogy én nagy örömmel vettem részt a versenyen. Szerettük volna a gyerekeknek megmutatni, hogy mire képes a tanárbácsi, tehát itt ez volt az elsődleges cél, hogy ők nagyon örüljenek, hogy engem láthatnak, mire vagyok képes. Az első feladat a petrencés rút kitartása volt, a második feladat pedig a malomkő előretartás. Ilyen 15 kiló körül lehetett a petrencés rút, szerintem is 20 kiló volt a malomkő, szerintem a malomkő az nehezebb volt. Én atléta vagyok. A labdarúgásban csak bevándorló vagyok, én figyelem kívülről, ez is inkább a gyerekek miatt, hogy lássanak engem, örüljenek, és tudjunk miről beszélni, úgyhogy ez is egy nagy élmény volt nekem is, és nekik is. A tervek szerint évente megrendezik majd a Mislenny toldia versenyt.